Idén is népszerű programokkal csatlakozik városunk az Európai Mobilitási Héthez, amelyet immár 23. alkalommal rendeznek meg Európában, szeptember 16-a és 22-e között. A közlekedési környezetvédelmi kampány célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ennek alkalmából a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Gurulj velünk címmel rendezi meg kismotoros rolleres felvonulását az óvodásoknak, a nagyobbak pedig a legmobilisabb osztály címért vetélkedhetnek szeptember 20-án pénteken, amelyekre a jelentkezés e hét vasárnapjáig lehetséges. Mind a két programmal igazából szeretnénk itt a szeptembert megkönnyíteni a gyerekeknek is és a tanároknak is azzal, hogy egy játékos napot eltöltsenek. Ugye ez egy környezetvédelmi és közlekedés oktatási kampány, és ez az egész Európai Mobilitási Hét. Szeretnénk a környezetbarát közlekedésre felhívni a figyelmet. Az eseményre kilátogatók megismerkedhetnek ökológiai lábnyomszámítással és komposztálással, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. A kis óvodásoknak a Gáz utca egy lezárt szakaszán lesz ez a kis felvonulás, nagyon szokták élvezni a gyerekek. A legmobilisabb osztály pedig a Salétrom utcában, a Németh László általános iskola előtt tartjuk meg ezt a vetélkedőt, amin különböző ügyességi feladatok, akadálypálya, logikai feladatok, a KRESZ-hez kapcsolódó közlekedési ismereti feladatok várhatóak majd. Mindezek mellett pedig a Fehérvári Kerékpáros Klub és a Városi Természetbarát Szövetség is izgalmas programokkal készül a mobilitási hétre, amelynek részletes programjai a képernyőn látható weboldalon olvashatók.